8. évad, bónuszrész. rész. Brazil EIT-un, főcsata A sorozat korábbi évadaiban már szó esett Argentináról, amely a második világháború alatt kifejlesztett egy páncélost, az 1980-as évek elején pedig hadrendbe állította a német segítséggel megtervezett tampáncélosát, de annak ellenére, hogy Dél-Amerika nem harckocsi fejlesztéséről volt ismert, a hidegháború alatt a kontinens fél egy másik országában, Brazíliában is saját harckocsikat fejlesztettek. Utóbbi bemutatásához érdemes röviden áttekinteni a tervező Engenheiros Especialdos közismert nevén Engessa vállalatot. Brazíliában több fegyver és harcjárműgyártó alakult, például a kézi fegyvereket fejlesztő Taurus, az állami Imbel, vagy az 1912-ben alapított Bernard Gini. Az Enzser Szavelük szemben egy kis, polgári cég volt, amelyet 1958-ban néhány frissen végzett mérnök alapított. Kezdetben mezőgazdasági és olajkitermelő cégek teherautóinak javításával foglalkoztak, 1966-tól pedig utólag gépjárművek beépített, összkerék meghajtásúvá alakító készleteket kezdtek árulni. Utóbbi vásárlói kezdetben addigi civil megrendelőik voltak, de hamarosan a brazil katonai diktatúra vezetése is érdeklődni kezdett. Az Enzsessa ezt követően jelentős megrendeléseket kapott a brazil állami olajvállalattól és a hadseregtől, modernizálva több száz gépjárművüket. Az Enzsessa jókor volt jó helyen. Mindössze egyetlen évvel később, 1967-ben a Brazíliát irányító katonai rezsim agresszív, gazdaságélénkítő programokat indított, és hitelek felvételével igyekezett hazai forrásból biztosítani katonai igényeit. Az NSSA ezt kihasználva megalkotta az új bumerángi meghajtási rendszert, majd egy igen kockázatos döntést hoztak. A korábban szerzett bevételeket visszaforgatva, az általuk kidolgozott futóművön teherautókat, majd komplet harcjárműveket építettek. A cég első páncélozott típusa az EE-11-es Urutu volt. Egy háromtengelyes csapatszállító páncélautó, amelyet 1970-ben terveztek és négy évvel később kezdtek gyártani. Az Engessa teherautók, sőt az Urutu is hatalmas sikerré vált. A kis, ismeretlen harmadik világbeli cég több mint 1700 ilyen páncélautót készített, amelyet több mint 20 országba exportáltak. Az Urutuval egy időben elkészült az E9-es Cascavel egy szintén háromtengelyes, de gumikerekes páncélvadász. Gyakorlatilag az akkor Brazíliában használt II. világháborús amerikai M8-as páncélautó modernizált változata. A Cascavel szintén komoly siker lett, egy csapásra Dél-Amerika legnagyobb harcjármű gyártójába változtatva az a vállalatot. A brazil cég az így szerzett bevételt ismét visszaforgatta a harcjármű fejlesztésbe. Több évnyi tervezés után 1982-ben elkészült az E3-as egy apró, háromszemélyes személyes felderítő páncélautó, amelyből szintén több száz példányt építettek és több országba exportálták. Természetesen készültek sikertelen harcjárművek is. A kisméretű, légiszállítható ogum járműcsalád például nem valósult meg, de ezért bőven kárpótoltak a páncélozatlan típusok, köztük az E12-es terepjáró, a platós E34-es vagy az E50-es tehergépjárművek, amelyek szintén sikeres katonai karriert futottak be. Az 1980-as évek elejére több ezer főse duzzadt Enzsesza folytatta a korábbi stratégiáját, és a vagyonát egy minden korábbinál kockázatosabb, de egyben óriási nyereséggel kecsegtető fejlesztésére fordította. Megterveztek egy teljesen új általános harckocsit. E harcjármű az ITUN, e magyarul ET1 nevet kapta, és az Ozorjú becenevet választották hozzá, amely Brazília déli részén egy község neve. Az Ozorjú új harckocsi volt, de mivel Brazíliában nem rendelkeztek harckocsi fejlesztői múltal, az Enzsessa külföldről, mindenek előtt Nyugat-Európából vásárolt részegységeket. A páncélos főfegyvere a brit 105 mm-es löveg volt. Ez az 1980-as évekre már elavult, ahogy elterjedtek az új 120 és 125 mm-es páncéltörő de a kevésbé fejlett országok régebbi általános harckocsijai ellen még megfeleltek, és a lőszer ellátás is világszerte biztosított volt. A belga periszkóppal és francia tűzvezetőrendszerrel felszerelt löveg manuális töltéssel rendelkezett. A brit tornyú ELT1-es 40 lőszert hordozott. A brazil típus másodlagos fegyverzete az általánosan elterjedt egy párhuzamosított és egy tetőre szerelt gépfegyverből állt, de mindkettő amerikai eredetű 12,7 mm-es nehéz géppuskát takart. Az ozorjú páncélzatáról jó formán semmilyen megbízható adat nem érhető el. Mindössze annyi ismert, hogy a harckocsi teste és tornyai szendvics páncélzatot kapott, amely laminált acél és alumínium lapokból, valamint kompozit betétből állt. A brazil típus védelmi szintje minden bizonyal elmaradt a kortás nyugati típusokétól, mert az ELT egy tömege csupán 40,9 tonna volt, szemben az új kortás harckocsik kb. 55 tonnás tömegével. A harcjárművet eredetileg a nyugaton általánosan elterjedt, 1500 lóerős német MTU-dizel motorral tervezték, de végül a gyártási költségek alacsonyan tartása érdekében elegendőnek tartották a szintén német MVM vállalat 1014 lóerős dízelmotorját. A váltómű szintén német eredetű volt. Ugyanezt az LSG 3000-es egységet használta a dél-koreai K1-es, a francia AMX 30 m 2 es változata és az olasz Ariete főcsataharckocsik. Az elt 1 mozgékonyságát alacsony tömege és motorja mellett német lánctalpának és brit hidropneumatikus felfüggesztésének köszönhette, utóbbi azonban az angol Challenger harckocsi rendszeréhez hasonlított, nem pedig a sorozat több részében említett aktív rendszert akarta. Az Ozorio nem tudta megdönteni a páncéltestét. A bevezetőben említett Angel Cascavel névleg gumikerekes páncélvadász volt, de a francia Panhard AML páncélautóból átvett alacsony nyomású 90 mm-es löveg az 1980-as évek páncélosai ellen már nem sokat ért, ezért az NZSA vállalat két új projektet indított. Az első egy nagyobb tűzerejű páncélautó volt, amely az AMX-13-as billenő tornyát hordozta, benne egy francia 105 mm-es löveggel és az európai páncélos automata töltőrendszerével. Ezt a megoldást végül nem tartották elfogadhatónak, mert az 1940-es években kifejlesztett torony elavultsága ellenére relatív bonyolult volt és drága, ráadásul a billenőtornyot nem lehetett felszerelni nukleáris, biológiai és vegyi védelemmel. Ezért egy új változatot terveztek a harcjárműből, amely új fejlesztési tornyában továbbra is egy 105 mm-es löveget szállított, német váltóval és véderedetű motorral. A Sukurit modern páncélvadásznak szánták jelentős tűzerővel, minimális védelemmel és kiemelkedő mozgékonysággal, de az eredetinél nagyobb löveg és torony miatt a hat kerekű páncélautó tömege és talajnyomása megnőtt, amitől viszont lecsökkent a mozgékonysága, különösen nehéz terepen, ezért e típus nem kerül gyártásba. A második program az ET1-es harckocsi volt. E páncélost az Enzsesza 1982-ben kezdte fejleszteni, és ugyanazt az egyedi stratégiát követte, mint a többi típusánál. A programot 100%-ban saját költségén, brazil állami támogatás vagy megrendelés nélkül finanszírozta, ezáltal a cégre nem nehezedett külső politikai vagy gazdasági nyomás. Az első prototípus 1985-ben debütált. A páncélost kifejezetten a közel-keletre tervezték a potenciális megrendelők között szerepelt Algéria, Irak, Líbia és Szaudarábia. Az elsődleges cél Szaudarábia jelentős megrendelésének kielégítése volt. Az uralkodó családról elnevezett ország ekkor nyílt beszerzési pályázatot hirdetett, amelyen négy páncélost indítottak. A brazil Osorio mellett az amerikai Ebremset, a brit Challenger 1-est és a francia AMX 40-est az EET egy nem túl jól teljesített, a négyből ez volt az egyetlen harckocsi, amelyet nem 120, csak egy 105 mm-es löveggel szereltek fel, és páncélzata az AMX 40-eshez hasonlóan messze elmaradt az amerikai és brit riválisától. Ugyanakkor rendkívül alacsony tömegerévén a brazil modell mozgékonyságát ítélték a legjobbnak, bár a teszteket az ország éghajlata miatt szinte kizárólag sivatagos környezetben, puha talajon végezték, ahol a nehezebb páncélosok rosszabbul teljesítettek. Az ELT1-es hibái miatt az NSSA vállalat már egyetlen évvel később, 1986-ban bemutatta a harckocsin második változatát. Azért, hogy növeljék a páncélos közel-keleti exportjának esélyét, a második prototípus az Alfádi nevet kapta, amely jelentése a Sivatagoroszlánya. A legfontosabb változtatást egy 120 mm-es löveg beépítése jelentette. Eredetileg a Brit 120 mm-es löveget választották, de a tüzeléskori erőhatások túlságosan megterhelték a tornyot, ezért végül a francia AMX 40-es gyengébb, de szintén 120 mm-es lövegét építették be. Emellett az elavult tűzvezetőrendszert a brit Vickers páncélosának moderne egységére cserélték, és a párhuzamosított nehéz géppuskát kiváltották egy 7,62 mm-es géppuskával. A páncélzatot kismértékben szintén megerősítették. A változtatások hatására a második prototípus tömege 43,7 tonnára nőtt. A remények ellenére a brazil harckocsi soha nem került sorozatgyártásba, aminek több oka volt. Az Enzsessa ugyan dél-amerikai mércével óriási hadipari cégnek számított, de nem volt semmilyen harckocsi gyártó tapasztalata, ugyanakkor az 1980-as években egy új főcsata harckocsi kifejlesztése igen jelentős költséggel járt. A cég gyakorlatilag a teljes vagyonát az Osorio programba ölte, de ez is kevésnek bizonyult, ezért a brazil állam jelentős hitelt adott számára, de a kapott pénzt szintén a páncélo sem fel. Mivel Brazília egyetlen vállalata sem rendelkezett a szükséges tudással és gyártókapacitással, a típus részegységei Európából származtak, amelyek viszont növelték a vételárat, pedig a cég mindig is a nem túl jó képességű, de olcsó harcjárműveiről volt ismert. 1985-ben ráadásul a brazil katonai hunta összeomlott, és ekkor ütött vissza a korábbi hibás gazdaságpolitika. A mértéktelen hadseregfejlesztés és más programok miatt a brazil infláció 1985-ben 235% volt, és bár a demokratikus kormány iránti eufória miatt a következő évben 65%-ra esett, a rezsim hagyatékaként 1993-ra majdnem elérte az évi 2500%-ot. Mindez azt jelentette, hogy Brazíliának nem volt pénze nagy számú új harcjárműre, ezért felajánlották 100-150 ozorjú megvásárlását, de csak úgy, ha a vételár egyáltalán nem tartalmazza a fejlesztési költségeket. Ahogy a sorozat több korábbi videójában is említésre került, ez általában a kisebb országok harckocsi fejlesztésének közös problémája. A hatalmas költséggel kifejlesztett harckocsit csak csekély számban gyártják, ezért az egyetlen harckocsira jutó költség kiemelkedően magas. Az Enzsessa bizott abban, hogy a szaudiak 800 harckocsira szóló megrendelése fedezni fogja a költségeket, ennek hiányában viszont nem tudták alacsonyan tartani az árat. További problémát jelentett, hogy bár a hideg háború közel fél évszázada alatt az amerikai Egyesült Államokat leszámítva az egész kontinensen 280 darab argentin TAM harckocsit építettek, de nem az Engessa volt az egyetlen brazil harckocsi fejlesztő. Korábban Brazília II. világháborús amerikai M3-as könnyű harckocsiait a Bernardini vállalat modernizálta, és a cég az 1980-as években megalkotta a maga páncélosát, amely gyakorlatilag az amerikai Walker Bulldog könnyű harckocsira épült, de éppen ezért sokkal olcsóbb volt az Ózorjunál. 1987-ben a Bernardini páncélosából elkészített egy második változatot is, amely továbbra is csak 35 tonnát nyomott, és a korábbi 90 helyett csak egy 105 mm-es löveggel szerelték fel, de így is megosztotta a brazil döntéshozókat. Az ózorjúra a végső csapást a hidegháború vége jelentette. Egyrészt egyes potenciális megrendelői, köztük Algéria és Líbia feleslegesé vált, ezért rendkívül olcsó, de relatív jó képességű szovjet T-72-es harckocsikat vásárolt, az amerikai Egyesült Államok viszont az első öböl háborúban elpusztította Irak haderejét, egy újabb potenciális vásárlótól fosztva meg a brazilokat, miközben agresszív politikai kampányt folytattak, amely eredményeként Szaúd-Arábia amerikai páncélosokat vásárolt. Mindezek következtében az Enzsessa vásárló nélkül maradt, mert a brazil állam egy maga nem volt hajlandó hatalmas költségen kis számú, kétes képességű brazil páncélost vásárolni, ezért ezek helyett 91 darab amerikai Patton harckocsit szereztek be, amelyet 2006-tól Leopard egyesekkel egészítettek ki. Az egyetlen örömöt az Enzsesza számára az okozhatta, hogy brazil vetétársa a Bernardini belerokkant harckocsijának kifejlesztésébe, és 1992-ben csődbe ment, de az Enzesza sem sokáig örülhetett. Mindössze egyetlen évvel később ez a cég is csődbe ment és megszűnt. Az Ozorju harckocsiból csak a kétféle prototípust fejezték be. Ezek ma kiállítási tárgyak. Az Enzsesz a kapcsán ugyanazt tudom kiemelni, mint számos más esetben. E harckocsi nem érte el a nagyobb országok új fejlesztési páncélosainak teljesítményét, ugyanakkor maga a típus kifejlesztése és a prototípusok megépítése óriási mérnöki teljesítmény volt egy harckocsi hagyományokkal nem rendelkező országtól, amit tovább növelt, hogy Brazília egy gyenge iparú dél-amerikai ország volt, ráadásul a fejlesztést egy magáncég végezte, Eredetileg kizárólag saját forrásból. Utóbbi egyben intőjel sok polgári piacon tevékenykedő vállalat számára is. Az NSSA ideális körülmények között jött létre, és kihasznált egy szűk piacirést, majd teljes bevételét egy új, a korábbiaknál ambiciózusabb programba fordította. Ez a stratégia egymás után többször bevált, de nem tudott alkalmazkodni a piac változásához. Ráadásul a cég teljes léte mindig a következő termék sikerétől függött, és egy-két kudarc magával rántotta a teljes vállalkozást. Az Ozor Juval Brazíliának, sőt az egész nyolcadik évadnak búcsút intünk. A következő, kilencedik évad az 1990-99 között hadrendbe állított harckocsikkal foglalkozik, mára azonban megköszönöm a figyelmet.